Az Árpádház 14 szentet adott az egyháznak, közülük 11 nőt. A két legismertebb Szent Erzsébet és Szent Margit mellett a kevésbé ismert Szent Piroska bizánci császárnéval foglalkozott a ma délelőtt megrendezett emlékkonferencia. A konferencia előtt Szent Misét celebrált Görbe László piarista szerzetes plébános, aki prédikációjának középpontjába Szent Margit példáját állította. A konferencián Kecskemét városa nevében Engert Jakabné alpolgármester és Lévai Jánosné önkormányzati képviselő egyházügyi tanácsnok köszöntötte a jelenlévőket. Szent István, a nagy magyarok, az árpádháziak tanúsága számunkra zsinórmérték, fontos Istenben bízni. Ezen gondolatokkal köszöntöm Önöket, Kecskemét megyei jogúváros önkormányzatának vezetése, távollévő Szemereiné Pataki Klaudia polgármesterasszony, az Értékmegőrzési Bizottság tagjaként, valamint az Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány elnökeként, Dajcsné Sipos Irén nevében. Soltész Miklós, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár előadásában arra mutatott rá, Jézus Krisztus tanítása és egész viselkedése 2000 év óta az anyák a nők iránti tiszteletet, szeretetet és megbecsülést tanítja nekünk. Számos újszövetségi történetből csak néhányat kiemelhetek. Szamáriai asszony. Szamáriai asszonnyal, aki úgy eleve egy lenézett népnek volt a tagja, még asszony is, és ezek után, hogy Úr Jézus szóba állt vele, nem csak, hogy szóba állt vele, hanem adott esetben a tanítványaival szemben is megvédte, megszólította, mindez a megbecsülést jelentette. Dr. Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek előadása a nők egyházban betöltött szerepéről szólt. Egy ilyen kimondatlan patriarkális világot élünk még ma is, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy Jézus ezt mind megszüntette. Megszüntette azért, mert a nyilvános működése alatt egy zsidó társadalomba hozzá kell tenni, ahol ma is nagyon éles elkülönítése van a zsinagógákban is a nőknek, főként abban az időben a rabbik egészen másként bántak a nőkkel, föloldottak korának a szokásait. Az érseki előadás után dr. Békes József mutatta be Szent Piroska alakját, majd Görbe László piarista plébános beszélt Szent Margit példájáról. A konferencia közös imával és énekléssel zárult. Az eseményen ma este Kiemelő című magazinunkban bővebben foglalkozunk.